A mindösszesen 19 éves Ferenc Péter 2009-ben győzedelmeskedett zenekarával a Jazzy harmadik dalversenyén, és a nem sokkal később megjelenő első kiadványukról már is tengeren túli szaklapok és internetes portálok cikkeznek. De mi a helyzet itthon? Láttam egy videót, amit ti csináltatok, mentetek a dalversenyre, akkor még nem tudtátok, hogy meg fogjátok nyerni, és viccelődtetek, hogy na, megyünk a díjért, a fődíjért. Persze, igen, igen, a Marci viccelődött, a szakszisunk. Marci, mit érzel? Mi lesz ma este? Én azt érzem, hogy megnyerjük, és kapunk fejenként 1 millió forintot. Gyuszi is megjött, mert hát egy kicsit elegántabb lett, mint előtte. Zseniális, Gyuszi, farmer az maradt? Menjünk. A cipőfűző? Az idei dalverseny győztese tehát győztes dala a Be Free, a Pete projekt. Ez titeket mind derültékből a villámcsapásért? Teljesen. Teljesen. Én megmondom őszintén, arra számítottam, hogy megint ilyen döntő gyanúsak leszünk, mert tudtam, hogy milyen volt az előző számunk, ami bekerült a döntőbe, tudtam, hogy ez szerintem jobb lett, mint az előző, ráadásul. Tehát egy döntőt azt mondjuk úgy biztosnak ítéltem. És akkor ugye hívtak föl, hogy akkor döntőbe kerültünk, mondtam, hogy király, azért örültem neki, de hát azért számítottam rá, és akkor megint hívtak föl, hogy benn vagyunk az első 10-be vagy 12-be. Akkor már kidobtam a telefont a kezemből, hogy erre egyáltalán nem számítottam, mondván ugye, mert az előző évben, meg az előtti évben is a vokális dal nyert. Tehát én itt gondoltam, tétek instrumentális. Igen, itt gondoltam lehetetlennek, hogy ezt mi megnyerjük. Még azt esélyesnek tartottam, hogy esetleg valami külön díjat így kapunk, mert ugye azt tudtam, hogy hát nyilván az első tizenvalahány már kap valamilyen díjat. És hogy gondoltam, hogy mik a legjobb instrumentális dal, vagy valami ilyesmi. És akkor ugye beültettek minket az első pár sorba, hogy a színpadra ugye gyorsan kiérjünk, és már akkor ugye... Ez gyanús volt. Igen, megdobbant a szívem, hogy akkor biztos, hogy kapunk valamilyen díjat, és hát ment a felsorolás, ilyen külön, harmadik, második helyezett, és ott ültem, hogy mondom, akkor biztos valami adminisztrációs hiba történt, hogy kész, vége, biztos véletlenül gondolták azt, hogy üljünk mi az első pár sorba. És akkor megszólalt a műsorvezető, hogy első, hát én akkor volt egy 3 másodperc, amikor ilyen reset volt agyilag, tehát egyáltalán nem számított, a teljesen derültékből villámcsapás, hogy te mondtad. Hát azért tudjuk, hogy milyen nevek voltak ott még ezen a dalversenyen, és ott vagyok 19 évesen, egy könnyű zenei hegedűs múlttal. Ugye benne volt a dalverseny zsűrizésének a kritériumaiban, hogy olyan improvizáció legyen a számba, azt is megvizsgálják, stb. És én ezekre ránéztem, és azt mondtam, hogy én a könnyű zenei hegedűs, aki hallás után eljátszogat a hegedűn, meg ilyesmi, hát nyilván nem érek az első pár nyomába sem, improvizációban vagy ilyesmiben, és megnyerünk egy ilyen versenyt, ez feldolgozhatatlan volt. Ez egy jó egy hónap volt körülbelül, mire én ennek az összes aspektusát fölfogtam, hogy most mi megnyertünk egy ilyet, és ezzel mit lehet csinálni, meg ez mit jelent egyáltalán az én életembe, mi életünkbe. Úgyhogy onnantól kezdve elkezdtem tudatosan tervezgetni, meg gondolkodni ezen. Úgyhogy... Mennyiben változott meg az életetek azután? Egyszer csak csoda történt, és sztárok lettetek, és mindenhova hívnak. Nem, hogy ez a másik kérdés, hogy jazzben van-e egyáltalán sztár? Jazzben van-e egyáltalán sztár? Ugye ez a modernebb, könnyűzenei jazz, ez most kezd kialakulni itt Európában, Magyarországon főleg. Ugye a Jazzy Rádió viszi ezt előre. Tehát igazándiból most ebbe az árba kapaszkodtunk csak bele. Én nem mondanám azt, hogy itt most ilyen befutásokról vagy ilyesmikről lehet beszélni, de hát nem tudom, sztárságról nem lehet beszélni. Hát sztárság a pop szakmában van, a kőkemény pop szakmában van. Nyilván a rádió is, a Jazzy Rádió is, mi is azon dolgozunk, hogy minél szélesebb rétegekhez eljussunk, nem feltétlenül a pop szférában, hanem azért az emberek tudják ezt egy kicsit úgy felfogni, mint egy ilyen minőségi pop irányzatot. Nyilván egy kis tuningot azért kaptunk ezáltal a dalverseny által, nem is kicsit, nem csak a díjakat nézve, hanem nyilván a presztízs részét nézve a dolognak. Ez egy nagy lehetőség, hát igyekszük kihasználni. Tehát én nagyon szeretek koncertezni, én dalverseny ide vagy oda, ehhez mindenképpen ragaszkodtam volna, meg ragaszkodok, meg ragaszkodni is fogok, hogy rengeteget koncertezzünk, mert azért ez egy olyan műfaj, ahol a leginkább az ember a színpadon tudja oda tenni magát.
meg is született az első lemezetek, ami hivatalos kiadvány, nagyon szép és valami jó. Milyen visszajelzések jönnek a lemezről? Tehát ígéretes a dolog? Smoothjazz.com-hoz ugye bekerültünk, ami hát nekem megint csak egy nagyon nagy elismerés, hogy oda bekerülhettünk, és ráadásul jött is egy visszajelzés, hogy ez nagyon minőségi anyag, amit mi csinálunk, és azért ez nem semmi, hogy egy ilyen nemzetközi, nagyon elismert helyről jön egy ilyen visszajelzés, ahol ilyen Sade, George Benson, ilyesmik szoktak megfordulni, és egy listában vagyunk a honlapon ilyen emberekkel, ilyen előadókkal, és ez egy őrületes dolog, úgyhogy hát nem leplezem, hogy nagy álmunk, hogy koncertezés szempontjából is kijussunk külföldre, tehát ott is így is tudjuk promotálni a lemezünket. Nem tudom még, hogy milyen, friss az anyag, tehát január végén, február elején jelent meg, február közepén kezdett ez belendülni Amerikába, tehát még igazán a kiadó részéről sem kaptam visszajelzést, hogy ez hogy megy. Egy pár információm van, hogy ahhoz képest, hogy ez egy első lemez, ez egy tök ismeretlen dolog, tök új dolog, nagyon jól megy. Következő számom pedig a Caribbean Lover című saját dal lesz, egy latinos hangvételű nóta a lemezünkről. Nagyon sokan, akik leülnek, és azt remélik, hogy majd valami történik. Még az idősebb zenészek között. Te pedig úgy tűnsz nekem, hogy a kezedbe veszed a saját sorsod, és csinálod. Jól látom? Hát megvizsgálom a lehetőségeimet, és amit csak lehet megragadni. Tehát én ragaszkodtam ahhoz, hogy egy kiadót kell találni, stb. Stb. És ez mondjuk megtörtént. De ha nem történt volna meg, akkor pedig az a lehetőségem maradt, hogy akkor én csinálom teljes mértékben ezeket a dolgokat, és nekiugrottam volna. Tehát én igen, valóban egy kicsit harcias típus vagyok, tehát én úgy látom, hogy ha van valamiben egy lehetőség, mondjuk ebben a Pete Projectben, látok lehet, hogy már pedig láttam lehetőséget, hogy ez sikeres tud lenni, akkor én biztos, hogy ragaszkodtam volna ahhoz, hogy mindenképpen jelenjen meg egy lemez, meg mindenképpen csináljuk ezt, menedzsment ide vagy oda. De akkor hit kellett hozzá elsősorban? Hit, igen.